Nyílt tanítási órákkal várta a leendő első osztályosokat a Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai tagintézménye. Az iskola két első osztályt szeretne indítani szeptembertől, és folytatódik az ovisuli program is. A körzeti óvodákba járó gyerekek és szüleik számára szervezett nyílt napokat a Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai tagintézménye. Kedden a Nádor, szerdán a Tornyai utcai, ma pedig a Klauzál utcai óvodából várták a gyerekeket a nyílt órákra. A negyedik évfolyamban nézhettek meg az intézmény iránt érdeklődők egy-egy matematika, illetve magyar órát. Így a leendő elsősök és szüleik megismerkedhettek azokkal a tanítókkal, akik a következő tanévtől első osztályt fognak kapni. Ez a Susán és Újváros városrész, illetve a környező Tanyavirág gyerekeinek a körzeti iskolája vagyunk mi. A három körzeti óvodából elsősorban onnan várjuk, illetve a körzetben lakó gyerekeket várjuk ebbe az iskolába. Két osztályt szeretnénk indítani. Hetedik éve működik az intézményben az ovisuli program is, amelyre azok a nagycsoportos gyerekek jelentkezhetnek, akik már betöltötték a hatodik életévüket, de a szülők szeretnék, ha még egy évet óvodai keretek között fejlődnének. Itt egy óvónő vezetésével folynak a foglalkozások, és az óvónőnek a segítője a tanító néni, akit tanító-óvónői végzettséggel rendelkeznek, és ők lesznek majd az első évfolyamban, illetve a második évfolyamban biztos a tanítónők. Tehát nagyon eredményes ez a programunk, már mérési eredmények is bizonyították ezt, hogy a felzárkóztatásban különösen nagy a hozadéka, illetve nagyon sok tehetséges tanuló is bekerültek ezekbe az ovisuli csoportokba. A két első osztályba 25-25 diákot, illetve az ovisuli csoportba is egy osztályi kisgyereket várnak szeptembertől. Az új kicsiknek lehetőségük lesz idegennyelvi specializációt is választani.